Még ez az időszak is alkalmas arra, hogy a gyulai közüzemi Kft. Munkatársai megmetszék az utcai sorfákat. Igaz, ezek a munkák lassan befejeződnek. Az utcai sorfáknál még a netkeringés nem indult, a vegetációs idő nem indult, nem kezdődött el. Amint a Scherer Ferenc utcán véget ér a gajazás, a társaság munkatársai új helyszínre vonulnak. A jövő héten még két utcában vár rájuk nagyobb feladat, de a tervek szerint március végéig mindenhol végeznek. Komolyabb és jelentősebb ilyen jellegű munkavégzésünk lesz a Dobai utcán, ahol szintén forgalomtechnikai korlátozásokra lehet számítani a munkavégzés ideje alatt, és majd a Petőfi téren is. A Petőfi téren már kivágtuk a kivágásra ítélt fákat, viszont a meglévő faállománynak, tehát ott a japán akácoknak a koronáját kell még megigazítsuk. Egyrészt a beteg, száraz részeket kell eltávolítani, illetve amikor a szakemberek balesetveszélyessé nyilvánítottak, ott egy kicsit szűkíteni kell a koronát. Bányai György elmondta, számítanak a közlekedők megértésére. A gajazás, fakivágás nem minden esetben, de gyakran forgalomkorlátozással is jár. Ilyen esetekben pedig minden érintettől nagyobb türelmet kérnek.